Sziasztok, Kovacsics Kokszai István vagyok, a Panel műsor vezetője. A mai adásban egy hamisítatlan, de egyben hamis, carbonara spagettit fogok nektek elkészíteni. Tartsatok velem! Hogy milyen is egy igazán jó olasz carbonara spagetti, az olaszok tradíciós étele. Nos, hát ez kicsit nehézkes, és nem biztos, hogy minden magyar szeretné. Úgyhogy most megcsináljuk azt, amit itthon elterjedt, egy ilyen tejszínes, békönös, bazsalikon, fokhagyma, oregánó, és a végén tojással sűrítjük. Na de, rögtön az első lépést vegyük is, hogy készítik egyébként az olaszok. Tehát csak is igazi olasz tésztával, házilag gyúrtal lepirítják a békönt, és amikor lepirult a békön, forró vízből kivett friss főzött tésztát rádobják a békönre, ezt összekeverik, kicsit fokhagymával átpirítják, kiteszik a tányérra, és tojássárgájátot frissen ráütik, és úgy keverik össze meg a sajtot, és így sűrűsödik be az igazi carbonara spagetti. Na de hogyha ezt adnám, vagy ezt készítenénk, akkor nem biztos, hogy otthon minek megízlene, úgyhogy maradunk a klasszik magyarnál, az újra gondoltál, és nem akárhogyan, hiszen én még gombát is fogok beletenni, és akkor már picire is kanyarodtunk, tehát egy carbonara spagetti alappal, egy kis portobello gombával, na így fog kinézni az étel, úgyhogy első lépésünk az, hogy én már tettem is fel vizet. Ami nagyon fontos, hogy én is szeretem a házilag készített tésztákat, úgyhogy ez bizony friss tészta, csak mivel nálunk is az étlapon ez szerepel, így én mindig előre gyúrok egy keveset, lefagyasztom, aztán a fagyasztóból tudom mindig a friss tésztát. Tehát, hogyha otthon ti rájöttek, akkor nyugodtan lehet gyúrni tésztát. A jó tészta az 1-1 arány, 1 kg liszt, ez 10 tojás, úgyhogy így már is elkanyarodtunk az 1/10-hez. Amíg a vízünk felfogy, gyorsan összecsíkozom a békön, meg vágok egy pici salotta hagymát. Salotta hagymát azt már nagyjából ismerhetitek, hisz nálam találkoztatok már sokszor vele. Egy zsenge, krémesítő hagyma, aminek nagyon nincs jellegzetes íze, viszont minden ételt nagyon jól tud krémesíteni. Pici apró csíkokra fölvágom a békönömet, ez lesz majd az alapja. Ezt addig félreteszem. Amíg forra víz, akkor gyorsan a salotta hagymát is meg fogom oldani. Ez is nagyon fontos, hogy apróra vágjuk föl. Megvan a salotta hagymánk, megvan a békönünk. Most szedek egy kis fokhagymát, meg egy, maximum két fej portobello gombát. Ezt is gyorsan felszedem, addig már tényleg fel fog forni a vízünk. Amíg ezt a négy alapanyagot felvágtuk, addig a vízünk is felfort. Nos, mivel házi tésztát fogok készíteni, illetve főzni, mert már elkészült, így tényleg nem kell sokáig, maximum 3 percig fogom főzni, és egy picit benne hagyom a vízbe. Nem fogom lehűteni a tésztát, és melegen fogom majd felhasználni az ételemhez. Körülbelül ez a két darab tészta olyan 8 deka, én ennyit szoktam egyfőre ajánlani, úgyhogy ezt bele is dobom gyorsan a vízembe. A vízbe pici só és pici olívaolajat raktam. Nyugodtan bármilyen eszköz segítségével kicsit össze lehet keverni. De mivel most többen vagyunk, hisz a stáb se éhezzen, még rakunk bele 2-t. Jó, és akkor innentől számítva 3 perc, és utána összerakjuk az alapot, és kész is a carbonara spagetti. Fel is forrt a vízünk, a tészta is belekerült, meg is főtt a tészta, ahogy említettem, 3 perc. Szóval én ezt most így leveszem, és benne hagyom a vízbe. Pont azért főztem csak 3 percig, mert tudom, hogy most túl fog készülni a tészta, és hát pont ezért nem fog túl készülni, mert csak 3 percig főztem. Tehát így pont az a kis áldante roppanós állaga lesz, mire elkészül a fő része. Tegyünk is fel gyorsan egy kis edénykét. Ez gyorsan be is húz, az alapja egy pici olívaolaj. Tényleg nem sok, csak egy kis szösszenyetnyi. Teszünk hozzá békönt. És mindjárt is kezd sistöregni. És a békönnel együtt én már hozzá is teszem a hagymát. Ugyanis salotta hagymáról beszélünk, ami egy elég zsenge hagyma, és tényleg nagyon gyorsan
elkezd majd fonnyadni. De némi zsiradék azért kell hozzá, hogy rögtön elinduljon. Kell egy jó fakanál. Szépen pirul, és hozzátesszük a fokhagymánkat. Ilyenkor, hogyha nagyon száraznak végig, akkor még egy pici olívaolajat tudunk hozzárakni. Hogy miért is lett ilyen egyszerű Magyarországon ez a carbonara spagetti? Most nem más miatt, mint az éttermekben a nyers tojás elég veszélyes használni, ezáltal inkább fejtejszíneztük és a tejszínnelben megfűztük a tojást. Na ezért lett ilyen egyszerű ez a carbonara spagetti. Az olaszoknál ott nem foglalkoznak nagyon ilyen dolgokkal. Fontos az, hogy tényleg minden friss legyen, minden finom legyen. Ez a lény. Ha beledobjuk a gombát, az én plusz finomságomat. És most egy nagyon picit megsózzuk. Ezáltal a gomba elkezdi majd a nedvességet kiadni magából. És így most már nem lesz olyan száraz a serpenyünk. Szépen lefirult minden alapanyagunk, nem jön más, mint a tejszín. Ezt szépen rálasoljuk. Ha a tejszín benne van, akkor jöhet a bazsalikom, egy szösszenetnyi, jöhet az oregano, szintén egy nagyon kevés. Nagyon könnyű megkülönböztetni, a bazsalikom picit sötétebb, az oregano meg pedig világosabb. Így van. Úgyhogy nem lesz nagy probléma. És akkor most jön az igazi magyar csalás, ami nem a tésztára, hanem a mátásba megy. Fogjuk a tojás. Ketté választjuk, én most ezt a serpenyőt vagy ezt a kis edényt fogom használni. Ugyanis nekünk csak a tojás sárgájára lesz szükségünk. Egyszerű módon szépen átbillentegetjük. És megvan a tojás sárgáján, és ezt ide beleejtjük középre. És gyorsan belekeverjük. Ahogy láthattuk, az utolsó pillanatban beledobtam a tojássárgáját, és ez besűrítette, nagyon nehéz szó, vigyázzatok, ezt a tejszínes kis carbonaránkat, gyors kóstolás. Nagyon-nagyon jó lett. Nagyon vigyázzunk a sóval, ugyanis a békönünk a sós, jó? Tehát mindig csak egy nagyon-nagyon pici sót kell beletenni. Na, de itt van a tésztánk. Össze is lehet keverni, meg nem is. Én azt mondom, hogy ha nagyon-nagyon otthoniasan akarjuk csinálni, már pedig én úgy akarom most csinálni, össze fogom keverni. Kitálalhatnám szépen, kitálalhatnám úgy, hogy külön ezt, külön azt, de nem, most otthonra főzünk, úgyhogy össze fogom keverni. Fogok egy ilyen jó kis szűrőkanalat, valahogy megpróbálom bele kiszedni a tésztámat. Ami nagyon fontos még, hogyha túl sűrű lett, mert mondjuk kevés tejszínt tettünk bele, hogy nyugodtan a tésztánk levéből, ugye ezt már előző adásokban is lehetett látni, így a tésztalevét szoktam használni, ugyanis ez csak plusz íztat. Tésztalevéből teszek hozzá egy kicsit, tényleg nem kell sokat, mert ugye a tésztán is van lé, és összekeverem ezt az egészet. Így van. És most jöhet a tálalás. A tálaláshoz segítségül hívunk egy ilyen. Na jó, nem merül talán, nyilván mindenki tudja a nevét, de nagyon egyszerű vele a dolgunk, ugyanis ezzel tényleg szépen ki tudjuk venni a carbonaránkat. Így.
Mondjuk ez már igen becsületes férfias adag. És hogyha lenne jó nagy csipeszünk otthon, akkor ezzel beleigazítjuk, és szépen föl lehetne tekerni. Remélem most nálam csak ilyen pici csipesz van, így nem tekergetek. És így szépen ide belebombázzuk. Az már most látszik, hogy az állaga az nagyon krémes, nagyon finom. Látszik a házi tésztának a színe, látszik, hogy tényleg van benne 1 kilóhoz 10 tojás, ahogy említettem, és egy csipet só. És mi lehet még a legvégén, mint egy incsiklandozó és igazán finom parmezán. Ezzel jól megreszeljük. Egyszerű, gyors, bármikor elkészíthető ételről beszélünk. Nyilván ismerhettek már, láttatok egy-két adásban, hogy én ezeket a kis mikro zöldeket én sose hagyom ki. Szóval ezt most se fogom, mert ékesíti az ételt. Egy pici sarkantyúcska, ez ad neki egy picike kis kesernyés ízt, ami nagyon-nagyon finom. Úgyhogy nem kell tőle megijedni. Illetve, hogy egy kis színvilágot is tegyünk bele. És már is kész ez a finom carbonara, tészta vagy spagetti. Mindenki döntse el, amiből elkészíti otthon. Jó étvágyat kívánok!